továbbra is abszurdnak tartjuk, hogy mind az autó, mind a gyalogos forgalom elől korlátozó van a Lánchíd. Tehát szerintem józan ésszel, ha valaki egy zöld politikát akar képviselni, és nem zöldségeket beszél, akkor nem gondolhatja, hogy ez egy jó szabályozás, hogy 3 kilométeren keresztül a Dunán nem lehet átkelni. Tehát ez szerintem nem politikai, bal vagy jobboldali kérdés, egész egyszerűen a kocsik sorban állva pöfékelnek azért, mert 3 kilométeren keresztül nem lehet átkelni a Dunán. Ez egy középkori helyzet. És azután, hogy a Lánchidat felújítottuk, jelentős pénzekből a fővárosi önkormányzat a felújítást legalább részben végrehajtotta, hiszen gyalogosan még nem lehet átjárni, de autóval már lehetne. Ezek után teljesen elfogadhatatlan, hogy nem teszik lehetővé mindenki számára a Lánchídon való közlekedést. Kifejezetten egy környezetvédő politikával szemben álló felelőtlenség, és a józan észre is maximálisan szemben áll.